Et même, she just. Ouais. Ouais. No, hát sziasztok srácok, én Elekbanin vagyok, és a mai videóban képzeljétek el, hogy meg fogunk nézni egy videót, ami arról szól, hogy a csendes srácot kifigurázták az iskolában, de azonnal megbánták. Hát vajon miről fog szólni ez a videó? Nézzük is, kezdjük is el nézni ezt a videót. Na, nézzük is ezt a videót akkor srácok, itt van, ezt a Darman töltötte föl, ez az egyik kedvenc csatornám. Mindenki írja le a kommentben, hogy neki milyen volt az iskola kezdés. Na, nézzük is, mert a videó már is. Na! Hey man, she just ran away. How'd you react? The silence says it all. You guys are so funny. Istenem, látjátok? Látjátok, srácok? A lányok kinevették a srácot, mert nem mondott semmit, mert zavarba jött. Hát zavarba jött a lánytól. Hát mi? Ki nem jönne zavarba, hogyha egy lány szólna hozzá, nem srácok? Nem? Nem srácok? Hát mindenki zavarba jön ilyenkor? Istenem, hát nem is értem, hogy miért kell kinevetni. Ez tiszta hihetetlen, srácok. Ne nevessétek ki a másikat. Anyway, you better get going. Yeah, we'll see you guys later. Wait, Jasmine. Would you want to go to the movies with me tomorrow night? Most el is hívta, hogy elmenjen a filmezni vele, és meggondolja. Ne! Jasmine, kívül... Azt mondta, hogy nem akar elmenni vele filmezni, Jasmine. Hát Jasmine... Ne, még meggondolja, azt mondta, de hát ez egyértelmű, hogy eléggé nem lesz jó neki. Úristen, hát ez nagyon durva. Dude. Why didn't you say anything? Miért nem mondtál semmit? You made them leave. Azt mondtad, hogy... I didn't have much to say. Hagyta, hogy elmenjenek, és most azt mondja, nem tudott mit mondani. They still thought it was funny. I don't understand. Why are you always so quiet? Miért vagy mindig ennyire halk, there's a lot of csendes? To being quiet. Nagyon sok jó dolgot ad nekem az, hogy én csendes vagyok. Ugye ennek vannak hasznos dolga is. Na srácok, vajon mik lesznek azok a hasznos dolgok, amik... A csendességből jönnek. Vajon? Nézzük meg. Nézzük is meg. Meg is kérdezte az emberünk. Come with me. Gyere velem. Brittany's having a kickback at her parents' beach house on Saturday. You wanna go? We can't go to Brittany-nek that. Brittany-nek bulia lesz. De nem mehetnek ám már. Foci gyakorlás lesz. He'll never know. You down? Aha, most mondták, hogy át akarják verni az edzőt, és elmennek bulizni, de nem, mert az edző ott van mögöttük, hát micsoda fordulat! A Darman fordulat, srácok, ott van mögötte, hisz szinte hihetetlen, nagyon durva, én izgulok, én nem tudom, mi lesz a vége, de ez eddig a legjobb videó, amit életemben láttam. I mean, who's he think he is anyway, telling us? Oh, you need to run laps on the weekend. És kisfigurázzák, kicsúfolják, és ott áll mögötte az edző bácsi! Jézusom! Ez nagyon durva! When I see him, I'm gonna tell him that, coach! What are you doing here? Never mind me. Go on and finish what you were saying. When you see me, you're gonna tell me what? Hallott mindent! Na vajon, most folytatni fogja? Vajon nagy lesz a szája, srácok? Ti mernétek nagy szájjal beszélni a tanárnak? Soha ne beszéljétek ki a tanárokat, mert lehet, hogy hallják az iskolába. What a great coach you are. That's all I wanted to say. Yeah, sure. Azt mondta, hogy mennyire jó edző vagy, csak ennyit szerettem volna mondani. Hát el lett hallgatva, amit a srác mondani szeretett volna. Jól tette, hogy nem mondta el. I heard everything. Not only are you coming to practice now, but you'll be running double laps. Kétszer annyit kell futniuk, most ezért büntetésből a tesi órán. What? You can't give us double laps? What do you mean us? Trevor didn't say anything. Hoppá, Trevor nem mondott semmit. Trevor nem mondott semmit, csak a másik srác. Hoppá, csak látjátok, a Trevorral tervezték, de Trevor csendben maradt, és látjátok, ezért jó csendesnek lenni. What about you? On the field, now. No, I was giving you the eye. I literally looked right at you. We had so many chances. You could have liked it. Most mondta, hogy hát még a szemével is mutatta, hogy ott az edző, de sajnos nem. Hát ez ne hihetetlen. Nem látta. Na? So you see? Being quiet keeps you out of trouble. Látjátok? Nem lehet bajba kerülni, hogyha csendes gyerekek vagytok. Legyetek csendesek, és nem fogtok bajba kerülni. Ez a tanulság. Okay, but that's one situation.
There's no other perks to being quiet. De nincsen más haszna annak, hogy te csendes vagy. Hát, hogy igaza van? Not true. Nem igaz, azt mondta. I don't understand what's the big deal about me going out with the boys tomorrow. Most a barátnőjével beszélget, úgy látom a lány, azt mondta, hogy nem tudja, mi a gondja annak. Nem tudja, mi a gond azzal, hogy most a barátaival ki szeretne menni, éjjel egy kicsit budizni. Nem a barátnőjével akar lenni, gondolom. Kövess engem, nézzük, oda mennek, vajon? You spending our anniversary with your friends? Micsoda? Az évfordulójukat a barátja... A barátaival tölti az évfordulót? Hát azt a barátnőddel kell tölteni! Hát ez egyértelmű, srácok, hogy amikor évfordulótok van a barátnőtökkel, akkor ugyebár vele kell tölteni azt a napot. Ez ilyen egyszerű. Hát nem szabad elhanyagolni a nőket, a barátnőnket, mindig tisztelni kell, srácok. That makes me feel like I'm just... You're overreacting again. Na jó, félbeszakította, hogy túlreagál minden. Szerintem, srácok, írjátok meg a komment szekcióban, hogy szerintetek is túlreagálja-e a lány ezt a szituációt. Becsapta a szekrényt, ez nagyon ijesztő volt. Man, I swear you always do this. Mindig ezt csinálod. Elmondom neked, hogy vasárnap nem hagyhatod, hogy befejezzem. Mindig beleveszélsz abba, amit mondok. Nem hagyod, hogy mondjak bármit is. Azt szeretném, hogyha jobban meghallgatnál. Jen, wait. Jen, várj. Reason number two. Hopp! A második! Hogy miért kell csöndbe lenned. Hát, igen. When you're quiet, you're a good listener. Hoppá, jobban meghallgatod az embereket. Girls appreciate a good listener. Hoppá, a lányoknak jó, hogyha meghallgatják őket. Hát milyen bölcs ez a srác, akinek elfelejtettem a nevét. De lehet, hogy nem is mondták a nevét. De az biztos, hogy nagyon bölcs. Úr Isten, ez nagyon jó. So there might be two small advantages. Kettő kicsike előnye van annak, hogy csendesek vagyunk. Nézzük, hogy mi lesz a többi. Big deal. There's more than that. Na, még több van. Watch. Na, nézzük. Megmutatja az összeset. Ez jobb, mint egy tutorial videó. Who can tell us the most important founding father of America? Ki tudja megmondani nekünk Amerikának az alapító atyát? Na. Alex. That's an easy one. George W. Bush. George Bush. Micsoda, kinevették. Did you mean George Washington? Oh. George Washington. Na hát igen, rosszul mondta és kinevették szegényt. Srácok, ha rosszul mond valaki valamit az órán, akkor nem szabad kinevetni, mert az nagyon csúnya dolog. Hát te is rúdhatsz rosszat néha, ezt nem szabad csinálni, mert ez tényleg egy csúnya dolog, jó? Srácok, ne bántsátok egymást! Nézzük is tovább ezt a videót! Sorry. Azt mondta, bocsánat, rosszul mondta szegény. I can't believe he said George Bush. Ó, nem hiszem el, hogy George Bush-t mondott. Hát még ők is kinevetik, pedig ott se voltak. Ez hihetetlen. Yeah, well, being quiet helps you avoid saying dumb things. Hoppá! Hogyha csendben maradsz, akkor nem fogsz butaságot mondani. Ez is egy nagyon nagy bölcsesség, ez már a harmadik bölcsességünk. Yeah, I can't even argue with you on that one. Hey, can we get your guys... Azt mondta, hogy ezzel vitázni sem tud. Azt lányok jöttek megkérdezni, hogy a srácoknak mi a véleménye valamiről. Yeah, sure. What's up? Na mi az? Michelle and I can't agree. Michelle és én nem tudunk megegyezni. David... Na, nézzük, hogy ki a szexisebb, úristen, Mr. Beast vagy David Dobrik. Ezt én sem tudom eldönteni, srácok, lányok. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ki a szexibb, ki a vonzóbb. Mr. Beast vagy David Dobrik. Én nem tudok dönteni. Dobrik or Mr. Beast? Vajon kit mondanak? I say Mr. Beast. Hát... What? No. Na. He's a gamer. Gamer. Jó, gamer. Exactly. Gamers are hot. Látjátok, a gamerek vonzók. Látjátok, srácok? A gamerek vonzók. Megmondta a lány is. David Dobrik turned down Madison Beer. Úristen, David Dobrik pedig Madison Beernek azt mondta, hogy nem szeretne vele lenni. Nem tudom, hogy ki az, de hogyha ez a lány azt mondja, hogy ez durva, akkor ő biztos valami nagyon vonzó lány lehet. Ez aztán durva. Ez hihetetlen! Hát akkor biztos a Mr. Beast a jobb pasi! Nézzük is tovább! He's way hotter than Mr. Beast. Úristen, nagyon veszekednek, hogy melyik a jobb fiú. If this is kind of an awkward question. Ez egy fura kérdés! Look, if I had to choose, hogyha választanom kéne, akkor Mr. Beast. Mr. Beast-et mondanám. Told you. Megmondtam. Na! Dude! Dude! Why'd you leave me hanging over here?
Miért hagytad, hogy itt beszélgessek velük? That was so uncomfortable. Ez nagyon kényelmetlen volt, kellemetlen volt. Yeah, well, when you're quiet, hát igen, amikor csendes vagy, akkor el tudsz menni a kínos beszélgetésből, anélkül, hogy bárki észrevenné. Anybody noticing? That's another benefit. Na, ez már a negyedik szupererő. A csendesség egy konkrét szupererő, srácok. Ez nagyon durva. Szupererőt ad, ha csendes vagy. El tudsz osonni a kínos szituációkba. Srácok, ti szoktatok elosonni a kínos szituációkból? Ez nagyon durva. Hát én nem is gondoltam. I didn't think about that. Oh, hey, Hoppá. Don't forget to let me know about the movies. Hopp, vajon eljön vele filmezni? Vajon mit fog mondani? Elmegy vele filmezni, srácok? Most mindenki állítsa meg a videót és írja le a kommentekbe, hogy szerintetek Jasmine el fog-e menni a sráccal filmezni ma este. Listen, about that. Hát... You wanna go? El akarsz menni? No, that's not what nem. I was going to say. Nem ezt akartam mondani. Do you wanna tell him or should I? El akarod mondani neki, vagy én mondjam el? I'm actually going to the movies with Kevin. Ah, Kevinnel megy! Kevinnel what? Megy! Mi? With Kevin? Kevin? Úristen, Kev! Dude, why didn't you say anything? Miért nem mondtál semmit erről? Ne legyél mérges rá! Ő csak csendes! And that's what you're into? És ez az, ami be... ez az, ami neked bejön? Te viccelsz? A csendes fiúk azok nagyon vonzóak. És nem kell... Worry about them kissing and telling. Mi? Nem kell aggódni a csókolózás is miatt. Ezt nem is értem ezt a mondatot, srácok. Mi? Nem értem. Mi az, hogy kissing and telling? Kicsit megzavarodtam itt. De mindegy, a lényeg, hogy nem mondja el, igen, nem mondja el senkinek, ez ilyen, nem mondja el senkinek, mert néma ugyebár, csendes, ezért nem fog elmondani senkinek, hogy együtt vannak, vagy hogy éppen randiznak, vagy bármi, nem pletyizik a többieknek, ez nagyon durva. Call me later. Hívd fel később. Hát én most nem lennék a srác helyébe, haha! Tudjátok, nem jó, amikor egy lány elutasít. Na hát igen, ez, srácok, szomorú. Mindenki írjon egy 2 nyitó zárójelet a komment szekcióba. Ez egy ilyen, és egy ilyen. Nagyon-nagyon szomorú. Ez nagyon szomorú. Ott írja is a sok ember itt. Látjátok, ezek ti vagytok a komment szekcióban. Ez tényleg egy nagyon szomorú videó. Ez. És mindjárt vége is. Nézzük is tovább. Tehát ezen az 5. szupererő, hát csajozni is lett azzal, hogy csendes vagy. Wow! Én is ezt mondom. Úristen, tényleg nagyon sok előnye van annak, hogy csendes vagy. Hoppá! És elmegy szó nélkül. Várj! Ennyi, vége is van a videónak. Hát srácok, mondjátok el nekem, hogy nektek mennyire tetszett ez a videó. Írjátok le komment szekcióba, és hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és kövessetek be engem Twitch-en, hogyha beírjátok, hogy manin.hu, mivel nem akarom megvágni ezt a videót, ezért ide kiírom, ezen az oldalon megtaláltok róla minden információt, ott be lehet követni engem mindenhol, és nagyon szépen köszönöm, megnéztétek ezt a videót, sziasztok, integetek mindenkinek, mint egy agyhalott idióta, én Elek Manin voltam, köszönöm, hogy itt volt, sziasztok, puszi!